Sziasztok! Most, hogy eljött a holt szezon, vége a főzésnek, és amit látjátok, zajlik is a karbantartás. Az előző videóból láthattátok is, hogy az oszlopos főző elkucolása van napirenden. Érdemes egy pár szót említeni az idei év verseny eredményeiről is. Nem feltétlen dicsekedésnek szánom, hanem biztatásnak inkább. Ugyanis sokan szokták kérdezni, hogy oszlopos főzővel is lehet-e versenyekre nevezni, tud-e az ember vele helyezéseket elérni, aranyérmes minősítést szerezni, ilyesmi. Hát az idei év az illusztrálja, hogy igen, lehet. Amint látjátok, ez itt a 2021-es versenyévemnek az eredménye. Nem is minden versenyen járt érem, úgyhogy az oklevelek száma talán még egy picit ennél is több. Azt mindjárt meg is mutatom, gyorsan a játék kedvéért kiraktam itt a műhely padlójára mindazt az elismerő papírt, oklevelt, amit az idei versenyeken sikerült arany, ezüst vagy bronzéremmel szerezni. Tehát gyakorlatilag, ha jól számoltam, akkor az idei versenyeken 10 aranyérem, ebből egy kategória győztes lett, emellett 13 ezüst és 16 bronzéremmel gyarapodott a műhely eddigi versenystatisztikája, a kis pálinka műhelyem versenystatisztikája, ami leginkább azt mutatja, hogy igen, egy oszlopos főzővel lehet országos vagy akár nemzetközi versenyen is indulni, lehet vele aranyérmes minősítést elérni, nem az oszlopon fog múlni, sőt, akár még kategória győztes pálinkát is lehet főzni. Erre a kínai buboréksapkás oszlop teljesen alkalmas. Sokkal inkább a cefrén és a főzési képességeken múlik. Magam is tapasztaltam, tehát a kevésbé jól sikerült párlataim azok nem az oszlop miatt lettek gyengébbek, hanem inkább a rosszul megválasztott gyümölcsszedési időpont, vagy a túl érlelt cefre, esetleg a kevésbé ügyes elválasztás miatt. Úgyhogy mi javaslom mindenkinek, hogy bátran induljon a párlataival versenyen. Az én oszlopos főzőm, ezt a rendszert most körülbelül 2 éve, tehát 2 szezont használtam, anélkül, hogy jelentősebb módosításokat hajtottam volna rajta végre. A korábbi oszlopom az egy kicsit máshogy nézett ki, tehát ez 2 szezon alatt ezt a rendszert sikerült úgy kiismerni, hogy most már magabiztosan tudjak vele, talán mondhatom, hogy jó párlatokat főzni. Az idei versenyszezonban arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy minden egyes versenyről sikerült aranyminősítésű párlatot hozni, illetve vinni, tehát aranyminősítést hazahozni. Nem volt olyan verseny, ahol ne sikerült volna legalább egy aranyérmet összeszedni. És ez a következetesség az, amit szeretek az oszlopos főzőben, hogy gyakorlatilag egy idő után az embernek rááll a keze, akkor már a főző, az oszlop azt csinálja, amit a gazdája szeretne. Megtanulni ehhez persze nem kell 2 évig gyakorolni. A harmadik főzetem ezzel az oszloppal, tehát a jelenlegi oszloppal, a harmadik főzetem az már aranyérmes tétel volt, és 2 másik kollégát is ismerek, akiknek a harmadik főzete már országos versenyen aranyérmet produkált, tehát nem igaz az a mondás, amit szoktak mondani, hogy hát ez csak vodka főzésre jó, ezzel csak viszkit vagy vodkát lehet előállítani, jó pálinkát nem. Érdemes megnézni itt az oklevelek számát és minősítését. Azért szerintem, hogyha vakteszten kóstolja valaki, akkor az előítéletektől mentesen megállapítja, hogy bizony lehet jó pálinkát készíteni. Tervezek majd egy másik videót is a témában, ahol a bírálati lapokról válogatnék néhány megjegyzést, ugyanis rengeteg legenda és mitosz övezi az oszlopos pálinkafőző eredményét, az oszlopos pálinkákat, és ezeknek a mitoszoknak a jelentős része természetesen nem igaz. A bírálati lapok, ahol ugye előítélet mentesen kóstolták szakavatott bírók ezeket a párlatokat, azért megmutatják, hogy bizony az oszlopos pálinka főzővel is lehet olyan
jó minőségű pálinkát főzni, aminek a jellemzőit inkább a kisüstiekre szokták ráfogni, de ezt majd akkor kifejtem és mutatok pár nagyon markáns ellenpéldát, igazolva azt, hogy bizony teljes jogú tagja a hazai pálinkafőző közösségnek az oszlopos pálinkafőző, semmivel nem gyengébb, rosszabb vagy ócskább a kész párlat, ami ezeken az oszlopokon készül. És javaslom mindenkinek, hogy induljon versenyeken, sokat lehet fejlődni, az ottani bírálatok, az ott kapott bírálatokból, építő jellegű kritikából tanulni, és ezáltal jobb pálinkákat főzni. Tehát érdemes egy-két rangosabb versenyre nevezni, mert ha más nem, hát az ember rájön arra, hogy hova van még fejlődni, mi az a része a cefrézési, pálinkafőzési technikájának, ami fejlesztésre szorul. Harmadrészt meg nyilván egy jó leső érzés, hogyha nem csak a család és a szomszédok ismerik el az ember munkásságát, hanem független, objektív és szakavatott bírálók is azt mondják, hogy már pedig jó minőségű pálinkát sikerült főzni évről évre.